13 ezer legókockát és 75 munkaórát vett igénybe ennek a James Dean-t ábrázoló képnek az elkészítése. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Középiskolája, szakiskolája és kollégiuma Teker csoportja még 2014-ben alakult, azóta foglalkoznak ezekhez hasonló képek készítésével. Jelenleg 9 főből áll a csapatuk. Egy előző projekt maradványaiból, megmaradt kockáiból kezdtünk el építkezni, aztán úgy vettem észre, hogy a srácok nagyon élvezik ezt az építést, és egyre kreatívabbak voltak, úgyhogy ezt a folyamatot az iskola engedélyével, illetve a LEGO segítségével tovább tudtuk folytatni. Eredetileg 6 kép készült el, ezek most mind itt láthatók, ezek még a tavalyi év folyamán készültek, de az idén már újabb képeink is készülnek, amelyek most állnak keretezés alatt, és céljaink szerint ezeket is majd ki fogjuk itt állítani. A csapat vezetője szerint nem csak a kézügyességükre van jó hatással a legúzás, fejlődtek a diákok egyéni és társas kompetenciái, valamint a tanulmányi eredményük és magatartásuk is javult. A csoport megalakulása óta összesen már 1100 munkaórát dolgoztak a diákok, főleg szabadidejükben. Általában ilyen 8-9 óra, ameddig egy ilyen kisebb képet elkészítünk, 4-5 óra is van, amikor egy még kisebb képet elkészítünk. Ez az egész általában úgy szokott indulni, hogyha valamelyikünknek eszébe jut egy ötlet, hogy ezt ki lehetne rakni Legóból, megtervezzük együtt közösen, utána iskola utáni szabadidőnkben együtt közösen kirakjuk. A képek elkészítésében van, amikor minden diák részt vesz, de akad, amikor egy-két fő dolgozik vele. A kiállított alkotások közül ez a kép a diákok kedvence, amely egy képregény hőst ábrázol. Körülbelül olyan, szerintem olyan 40 óra körül lehetett az elkészítés. Hát onnan indult, hogy csináltunk előtte egy ilyen kisebb verziót, csak hogy most kijött a film, így gondoltuk, hogy csinálunk egy másikat. És hát megbeszéltük a hivatalos Deadpool festővel, Rayleigh Brown-nal, az amerikai képregényíróval, hogy megcsinálnánk ezt a képet. A diákok az akkor még épülő kép egy darabját küldték el a képregényírónak Amerikába, aki azt dedikálva küldte vissza nekik, így utólag tudták beilleszteni a már elkészült alkotásba.